Na, megszereztük ezt a járgányt, úgyhogy most már jöhet a következő fő küldetésünk. Lássuk csak. Magnum Opus, Chumbucket, közös erővel. Ja, itt vannak mi kis kutyánk. Jól van, itthon megvárt minket. Aztán gyógyulózik. És akkor hogyan tovább? Itt van Chumbucket. Tőle kérjük a következő küldetésünket. Oké. Okay. Több dologra van szükségünk. És akkor lehet már fejleszteni. Harpoon? Mi szigonypisztoly? Vagy mi lesz rajta? Azt a mindenit. Hát az nem semmi. És akkor most... Ija, itt kell összegyűjteni a scrapet? Hát ilyeneket már gyűjtögettem. De hát... Ja, itt most írja, hogy a... Most írja a játék, hogy a scrapet lehet használni arra, hogy fejlesszük a járgányt. Jól van. Hát akkor így már van... Na, van minden. Oké, itt még össze kell gyűjteni ezt a jack tipet. Na, lássuk. Megvan. Uha. És tényleg lesz egy szigonypisztolya a járgányon. Hát ez nem semmi. Eddig Chumbucket lőtt róla egy shotgunnal. Segített nekünk. De hát... Úgy tűnik itt komolyabb lesz. Komolyabb lesz ez a járgány. Na szóval. Itt vagyunk a garázsba, itt lehet a Magnum Opus személyre szabni. Úgyhogy kezdődhet a személyre szabás. Azt mondja, itt van a Harpoon kategória, mert ez így küldetéshez ez fontos. Úgy összegyűjtött mindent, ami kell hozzá. Úgyhogy ezt feltelepítjük. Igen, 15 scrap. Oké, okay. Ez megvan. Sikeresen telepítettük ezt, rajta van a kocsin. Oké, okay, van még, hogy a Remming Grillt rá tegyük, az az elejére, igaz? A neki ütköző lökhárító? Nézzem. Jó, ez 10. Ja, ott van elő. Oké. Okay. Ez kész, ott van elő. Az. Hogyha kész vagyunk, akkor ez kép, de hát itt aztán... De mennyi mindent lehet itt fejleszteni? Figyeld! Ja. És akkor a statisztikát is ott változtatja. Fú, ez jól néz ki, ez jól néz ki. Jó van, hát akkor meg vagyunk. Hát akkor lehet, hogyha előjönnek a melléküldetések, akkor elkezdem gyűjtögetni a cuccokat. És akkor a főküldetésre majd felfejlődöm, hogy ne legyen túl nehéz. Szóval odakint vannak még a rossz fiúk. Úgyhogy elmenjünk a rossz fiúkat elintézzük. Próbáljuk ki rajta, nem? Na, menjünk! Csám! Ő nem ugrik be mögénk? Hát, nélküle nem is menjünk sehová. A Scrotus fiúk. Micsoda? A Scarecrow, a madár ijesztő. Ja, hát ez aztán madár ijesztő. Ez egy elég gyenge, azt írja. És akkor ezt hogy kell? Neki megyünk, aztán kész, vagy... Aha, úgy is működik, vagy célozni. Hát a shotgun van ott kijelölve nekem, szóval... Szóval gondolom... Ó, ott van a... Ott van a scrap. Az most felvettük, vagy mi? 5, 4... Mi az a visszaszámolálók? Ez felveszed nekem? Itt van lent. Én szálljak ki érte. Na jó, hát akkor... Úgy mindig ki kell szállni érte, mert az úgy... Az egész... Egész hosszúkás lesz, hogy mindig... És hogyha mondjuk kocsival... Hát az úgy nehéz, a kocsival úgy... Ütközünk az egyiknek, másiknak, akkor is hogy fogunk kiszállni belőle. Úgy közbe. Azért az nem valami kényelmes dolog, de hát hátha lesz valami... Ami... Hogy megkérhetjük Chumbucketet, és akkor az úgy jó lesz. Itt most én itt felmászhatok, mint neki menjetek. Hogy, ja, itt az út, jó van. Nézzük, akkor lehet-e lőni mondjuk itt... Nézzük, jobb a gérgomb, az a shotgun. Nem, pedig arra gondoltam, hogy használni fogjuk a... Használni fogjuk majd azt a... Ó, oh, ez gyorsabb volt. Robbant egyet. Használjuk majd ezt a szigonypisztolyt, de nem annyira. Majd lehet később mutatja meg nekünk Chumbucket, hogy hogy kell ezt használni pontosan. Hát eddig még... Ez nem történt meg. Jó, és akkor... Ja, van még egy... Itt van még egy madár ijesztő. Aztán azt is leütjük. És kész vagyunk, gyűjtöttünk újra a scrapet. Habár ezeket gondolom nem építik vissza, úgyhogy itt amennyit adott, az annyi.
Ja, ott írja, lehet változtatni a fegyvereken, Görgely? Ja, jó, ott van, jó van. Oké. Okay. És akkor oda felül. Ja, húzzuk. Ja, aztán, ez kemény volt. Oké. Okay. Hármas, egyre csökken, akkor ez a veszélyezettségi szint, mert arról még nem nagyon volt szó. Oké. Okay. Nézzük meg a tábort. Oké, okay, akkor bemegyünk majd a táborba, vagy csak megint csak nézelődni fogunk. Wow, hát ide nem akarnak beengedni minket. Akkor oda felmegyünk, aztán körbenézünk. Na, ide fent vagyunk. Akkor kiszállás. Elő a távcsövet, aztán nézünk körül. Lássuk csak. Wow. Ki az a nagy... nagy ember ott középe? Mit látunk még? Túlságosan sok mindent, nem. De jól be van védve. Hoppá! Sniper! Ennyi. Szóval ez a három dolog, amit itt észrevettünk. Tehát a kapu védve van, van egy sniper, és van még egy olyan nagy főnök oda bent. Na jó, hát akkor... menjünk. Mielőtt bemegyünk. Akkor először szerintem azt a mesterlövész tornyot kiiktatjuk, elhúzzuk. Utána, hát a kaput ott nem tudom, mert hogy ott tüzelnek ott kifelé, hogy mi lesz. De hát valamit teszünk. Észrevettek? Azt el tudjuk innen találni? Jó. Na hát ez mi volt? Hogy talált ez el? Alig maradt életpontom. Hát... jó, most jöhet a kapu. Azt mondja, hogy... ott azt eltalálod, hogy messze van. Jó, megvan. Tolatás. Tyúhú. Oké. Okay. Most már be tudunk menni. Vagy nem? Ez gyenge, szóval, ja. Meg is érkeztünk, haló. Na mi újság? Ú, de előtt enni kellene, hát így most vagy inni, vagy... van inni valóká? Nincsen. Akkor most... ő megjavítja a kocsit. Én meg akkor jövök, hát megpróbálkozom, hát most mit? Mi ez a... ki az? Amikor közel megyek a Wall Cryerhöz, ő felfigyel ránk, hogyha ez teljesre felmegy, akkor a közeli harcosok bufoltak lesznek, és akkor így még veszélyesebbek. Na, de hát akkor őt kell először elintézni. Halló! Megfogjuk! Nincs lőszer! Na! Akkor ennyit erről. Nem tudok inni előtte. Hoppa! Ez mi volt? Késes kivégzés? Az nem semmi. Ajaj! Most már feltöltődtek, azért ilyen pirosak. Az a Warcry elkezdett ott sikítózni, vagy nem tudom mi a baja. Ha, vissza. Ó, másik oldalról támadt. Közben is támadnak, pedig azt hittem, amikor így hárítunk, akkor... hát négy! Állj! Gyard jönnek aztán. Nincs megállás, úgy látom. Gyerünk, üssük el. Vigyázz! Ő is rúg. Állj! Így né. Oké. Legyőztük őket, igaz? Aztán őt kell kiiktatni. De hát mi pusztítjuk el a vincs. Mi itt erre. Ja, akkor le fog esni, igaz? Leesett, aztán fel is robbant. Hát ez ennyi van. Nem hagytak itt semmit a mi kocsinkból. Sajnos. Scrapet felvesszük, ez itt mi lehet? History relic? Gyűjteni való? Ho! Hát ez meg egy fotó! Max, hiányzol nekünk, gyere vissza! Ez mi? Hát ez meg... Will I ever come back? Az a fogok jönni valaha. Max családja! Hát na, de hova? Hát ez nem valami fürdő, vagy ez hol? Hova valami medencébe vannak? Ebben a világban ilyen jó kis medencék? Hát ez... érdekes.
Itt erre... Menjünk tovább. Valami enni vagy inni valahol? Ó, oh, ne szórakozzatok, na jó, Csámbaket, nekem valami kis kaját rendezné nekem, mert egy ütés, aztán itt a vége az egész dalna. Itt, hát nem találok is semmit. Őket meg nem ehetem meg, hát azért ez milyen munka lenne már, hogy... Na jó, hát együnk valamit, aztán őket. Na jó, hát... Ó, oh. Eltalálom aztán... De hogy? Ó, vigyázz! Vigyázz, mert a késsel, meg a saját társát megfogta aztán. Ó, mi ez a vihar? Én itt csatázom aztán. Elejtette a kést. Itt a vége. Nem. Most már igen. Hú. Vegyük ezt fel. És most merre? Itt egy scrap. Oké. Okay. Ide fel tudok én mászni, hogy hogyan tovább? Valahogy pedig... Javár csak itt van a... De most ez mi? Mászunk fel akkor itt, nem tudom mi történt ott velem. Lehet a vihar elkapott vagy valami. Ide feljöjjünk. Scrotus insignia. Ezt letépjük. Jó. Ebből van három is. Ó, oh, víz! Végre. Oké. Okay. Töltsük meg a kulacsot. Aztán lesz elég víz. Vagy hát nem is lesz tele. De azért már lesz valamennyi benne. Ez jól jött volna korábban, de hát így akkor megoldotta a játék, hogy azt mondta, na még egyszer. Jó, és scrapet összegyűjtünk. 3/10, hát azért... Ez elég kevés. Erre kellene itt tovább haladni? Erre ott nem látok gyűjteni valót. Uff. Vihar az nagyon durva. Itt most. Itt ide. Leugorni. Vagy itt föl. Lássuk. Van-e ide fent valami. Itt el kell pusztítani ezt az olajpumpát, de hát... Ez hogy? Jó kérdés. Ammo. Az is jó. Töltsük be. Itt fel tudok ugorni, hogy... Nem úgy tűnik. Arra gondoltam pedig, hogy itt kell. Akkor inkább leugrok. Aztán itt tovább le. Jó. Húha. Nem is hallani a vihart. Eltűnt mindenki. Itt megint két irányba. Ott fölmászni. Vagy pedig maradunk itt a... Még lentebb. Megyünk. Lőszer. Ez jöhet. Erre. Megtalálom mindig a zsákutcákat. Habár itt vannak az ilyen gyűjteni valók. Itt van ez a jel is. Ezt is le kell szedni, vagy... Vagy lelőni. Na csak hát... Aha. Jó, le is lehet lőni. Hát az előbb úgy letörte, de most... Hát nem értünk fel odáig, szóval... Szóval ezért. Akkor volt egy másik létre. Azzal folytatjuk. Fölfelé. Elég itt megtalálni. Helyeket. Hoppa. Az utad pont erre vezete. Ez mi ez? Találj meg, amikor a lelked készen áll. Ki ez az ember? Mit akar? Aztán most elmegy. Hát milyen nagy tutaj van a hátán, vagy mit? Hát nézzenek oda, hát nem akar, azt hittem el akar nekem adni valami. Erre csak kérdéseket adott nekem. De válaszokat, azt nem. Fury? Ajaj, hát ez a dű, hogyha közelharcban vagyunk, akkor növeli a dühöt, és akkor ha a dű tele van, akkor erősebbeket ütünk. Hát ez az jó. Jónak hangzik. Jó, ott van felül. Hát lehet kicsit a kamera kitakarja, de... Oh. De hát az nem túlságosan fontos a játékhoz, hogy mikor van tele az a Fury. 19-es streak.
Wow! Hát ez tényleg dühös lett! Ilyeneket csinál! Figyelj! Azt a mindenit! Hát erre nem számítottam, hogy ilyen nagy durcaság lesz ebből. Jó, na gyere, püf neki! Ja, megfogd azt! A földhez vágta! Annyi! Itt a vége a dolnak. Oké, meg ezek challenge-ek, vagy mi újság? Szint lépés, roadkill, 3-as szint. Na jó. Ide fent akkor ott van egy... Egy achievement. Na, az is király. Ezt akkor leszedjük, ez már a harmadik, szóval az ilyen... Ilyen jel... Már nincs. Ide fent. De tényleg, hogy is volt? Meg lehet nézni, akkor az X-et kellett, igaz? Ja, itt van pipa, pipa, a scrapből van 6x. 6x10, akkor kellene még 4, most már csak 3 scrap. Ide fent reméljük, ide fent maradt még. Hát remélem lehet olyan térkép módosítást, vagy valamit szedni, hogy a scrapet mutassa, hogy merre van, mert az sokban segítene. Hát én összegyűjtöm ezeket, csak most ott az utamon, ha kihagyok egyet, akkor most szaladgálhatok, keresgélhetek, hát nem tudom merre lenne. De hát most is szerintem elhagytam valahol egyet, vagy... Itt van még egy. És akkor most tartok ott, hogy... Hogy még egy kellene. Habár ott van az az ajtó, váltsa. Oda bent lesz az utolsó scrap. Ja nem, ez csak az üzemanyag. Nincs itt a scrap. Á, pedig de jó lett volna. Megtalálom az összeset. Nem jött össze. Na nem baj. Majd visszatérek rá, aztán meg lesz. Na jó. Akkor ez szerintem innen meggyújtjuk. Aztán letesszük. És... Boom. A tábornak annyi, na hát. Ez jó volt. Oké, ez az király. Akkor el lehet foglalni. 92%-a valahol egy scrap elmaradt, nem tudom. Hát remélem, hogy majd valahogy megmutatja, mert én simán összegyűjteném, csak lehet nem figyeltem annyira. 100%-osan kiiktattunk itt mindenkit. Mindenkit? Menjünk vissza, megnézzük. Szint lépés. Hát nézze már. Jaj, a térképen ez a terület most már kész. Ja, itt ez az egy tábor volt, de itt mi az? Scavenging location. Ja, itt még van scrap, meg itt van még 2 scrap. Meg itt van még egy scrap valahol ebben a táborban. Még hát ha itt nem tudok vissza leugolni, hogy menjek én vissza oda Magnus Opusra? Teljesen? Vagy Magnus, Magnum Opus? Meg itt nem tudok én. Hát akkor gyalog kell visszamennem onnan, ahol jöttem, igaz? Ja nem, itt a zipline. Oké, a zipline-nal lehet. Így egyet, jó. És itt, hát itt nem látok más. Scrapet, na majd visszajövök később, ideben, figyeld! És itt van! Ne szórakozz, és tényleg itt van, na jó van. Akkor most már 100%, igaz? Hó, meg is állított, mi újság. Ja, most elmutatja megint, hogy na bizony, most már 100%-os ez a tábor, megtaláltam mindent. És akkor így kész vagyunk, jó van. Jó, hogy benéztem. Na szóval, kezdődhet a meló, bizonyám csambaket, eddig itt védted a kocsimat, amit én köszönök. Még nem fejlesztük a Magnum Opus-t. Na jó van. Hát oké, akkor még nem. Még nem fejlesztünk. Találkozzunk a misztikus személlyel. Ja, hát igen, itt találkoztunk valakivel. Van egy flare gun most már nálunk. Na, hát a shotgun van, meg a harpoon. És itt ki lesz ez a barát, reméljük, legalábbis barát lesz, haha. Aha, hát ezt gyorsan leköröztük, hogy merre van ezek szerint. Max barátunk már is tudja, hogy ide fent lesz. Hát annyira úgy nem mondott, azt mondta, a lelkünk készen áll, aztán akkor menjünk. Nem értettem teljesen, de a lényeg, hogy Max értette, feljöttünk ide, és itt van. Tényleg árulni fog nekünk valamit? A hátijában biztos van egy csomó cucc. There you are. Shifter of sands, letter of blood.
De mik ezek a misztikus szövegek, ezek a homok, a vér, mi? Miről beszél? Egy menekvés mindentől, amitől ember vagy. Mi ez a szöveg? Egy nap a csendesség megszűnik, és te kezdesz. Hát ez... A célod van ebben az életben, barátom. Attól függetlenül, hogy féled megálmodni. Fájdalom el fog jönni, sokkal több fájdalom, mint amennyire te elő vagy készítve. Nem ismersz engem. A múlt fantomjai. Mi? Ki ez a személy? Hát ez ismer minket? Griffa. Ha-ha. Ez mi volt? Mi újság ez? Fejlesztés? Ja. Szóval van nekünk három fejlesztési lehetőség, ez így ennyi. Hát én szerintem fejlesztem ezt, növeli Max-nek a képességét, hogy több scrapet szerezzen, amikor lootolunk. Szerintem ez egész jó, aztán el kell érni a következő rankot, hogy továbbit... Ahogy, akkor többször ezt nem lehet fejleszteni. Akkor itt van ez a legenda szintet, egyel növeli, akkor rámegyek erre. Jó, aztán utána mit is? Ezt, hogy több legyen az életem. Tessék, akkor ezeket fejlesztem, és akkor, vagy ez legenda szint, az most mi az a legenda szint? Lehet azt kihagyom a legenda szintet, inkább akkor kevesebb üzemanyagot fogyasszon, legyen ez, kevesebb üzemanyag, vagy hát az se olyan legyen az, amit először gondoltam, több élete, több scrap, amikor lootolok meg egyel nagyobb legenda szint, bármi is legyen az, majd úgyis lesz még fejlődök, még meg lesz itt, majd minden nem lesz itt ebből gond, szerintem legalábbis, hát nagyon remélem. Akkor ez a misztikus személy, hát elvezetett minket ide a fejlesztésekhez, de hogy ez mindig elérhető lesz, vagy meg kell találni, vagy ide kell jönni. Hát ez most ide ránk fújt egy kis porocskát, aztán megszóz itt maradt. Menjek vissza a Magnum Opushoz. Hát jó, Griffa. Ez itt a Griffa. Griffa segíthet abban, hogy Maxnek a képességeit Griffa tokenek ellenében fejlessze. Úgy szerezhetek tokeneket, ha kihívásokat teljesítek. Kihívásokat teljesítek. Arról még nagyon nem is volt szó. Hát ha... Hoppa. Hol van a Magnum Opus? Ó, nem áll. Jumba Cat. Jelezzük. Jumba Cat. Ahó! Itt vagyok. Stemmer. Na hát. Hát ez egy örömteli pillanat. Rossz fiúkat látod. Nem rosszul vezet. Kémkedtek utánunk? Oké. Okay. Akkor most már építhetjük a kocsit, ahogy mondja. Na menjünk. Jöjjünk ide, hogy a garázsba váltsák. Hát ez a tábor. A mi táborunk volt. Hogy lehet itt használni a garázs? A garázs menüt? Akkor itt lehet. Na jó van, itt az idő, hogy a Magnum Opusnak boostot adjunk. Válasszuk ki, és a Dual Nitro boostot tegyük fel. Ez melyik lesz ez a legelső? Oké, okay, szóval... A scrappen ezt meg tudjuk vásárolni, biztos 35? Persze! És akkor most már van Nitro is benne. Gyorsabbak leszünk ezáltal. És akkor itt lehet fejleszgetni. Tehát nem kell úgy visszamenni mindig arra a garázsra, amit Chumbucket mutatott nekünk, vagyis a Chumnak a rejtek helyére. És akkor teszteljük le a Nitro-t, azt... hát itt tesztelhetjük, melyik billentyűzette. Vagy ki kell menni oda... Oho, az ott mi az a füstölgés? Hogy az... Jó, semmi. Boost, space, tessék! Wow, jól meglökte! Nem kis pályás, fresh air, ja. Egy chimment ugrottunk egy szépet. Használjuk a boostot, hogy neki menjünk. Na szevasz! Az igen! Nem, hoppá!
csak... Erre, ha rálövök, ki tudom szedni a sofőrt? Hát ez gyors volt, sofőrt, tip, kiszedtik, öcsim ment feloldva, történet küldött és teljesítve, jól van, találkozunk legközelebb.